Hát mivel Mária utasok vagyunk, akkor a Mária úta fő csapás Kolozs megyében, de Kolozs megyében már épül a Szent Jakab útja, az El Camino, ami egész Európában van, és mivel ő az első és legnagyobb, akkor itt is jelen kell legyen. Brassok környékén ott mozgolódnak jobban, de hamarosan a második kötetben már lesz ez is. Ez a könyv az év végén jelen meg, most kerül ilyen nagyobb nyilvánosság elé. Nyilvános helyen nem áruljuk, csak az egyesületünk a saját tagjai számára? Hát nem tagjai, mindenki, aki érdeklődik, de nem boltba, nem boltba. Aki igényli, az megkeres, és elküldjük neki egy adományként, megköszönjük a könyvárát, ez így működik. Melyik egyesületről van szó pontosan? Az Erdélyi Mária Egyesület, az országos egyesület, és 18-tól létezik a kolozsvári szék szervezete, és én annak vagyok az elnöke, és ilyen minőségbe tartom ma ezt az előadást, ilyen minőségbe adtuk ki ezt a könyvet. Egy kis csapat, ügyesen együtt dolgoztunk, és egy remélem, hogy hasznos dolgot hoztunk akár a kirándulók elé is, mert ez ugyan zarándok utakról beszél, viszont a zarándok út azt nem kell olyan szigorúan vallásosnak tekinteni, tehát az bárkinek való. Különben a statisztika is szól, hogy az El Camino a legnagyobb és a leglegottan 80%-on nem vallásos indításból indul el. Aztán, hogy utána hova fejlődik, az már egy más történet, ez is egy érdekes dolog. Mikor jött létre, mikor alakították ki a Mária utat Kolozs megyében? Hát Mária útnak a történet az egy hosszabban, 2005-re nyúlik vissza, akkor kezdett mozgolódni ugye a lelkiismeret az emberekbe, hogy valami kell, és 2008-ban jelölték ki, akkor voltak az első zarándoklatok a pünkösdi búcsúra, és azóta folyamatosan járják, most már minden megyében komoly csapat foglalkozik vele, fenntartja, fejleszti a hozzátartozó információ, szállásokat, úgyhogy most már biztonságosan lehet, most is haladnak a zarándok úton. És a következő zarándok út kijelölés? Hát Kolozs megyében még vannak mellékvonalak, olyan helységeket is érintünk, ahol érdeklődők és érdeklődő emberek vannak, mert igazán a helyek azok mindenhol megvannak, még ha szigorúan nem a Mária kultuszhoz kötődnek akkor is. Tehát a Kajántó például be lesz kötve a Tordai hasadék, és ott megy egy vonal majd tovább Gyulafehérvárig, az lesz majd a közös a Szent Jakab útjával. A Hargita-Kovászna megyében például a Via Transilvanicával, ami egy szintén egy fejlődőben levő tematikus út, az nem spirituális turista útnak nevezi magát, hanem tematikus útnak, de az is már több száz kilométerre nyúlik. Hát ők Kolozsra nem mennek át, úgy itt nem lesz kapcsolatunk vele, de a Mária út kapcsolatban.